Hogyan lehet retorziót alkalmazni egy pedagógus ellen, aki mondjuk részt vesz egy tiltakozásban? A kollégák meg iskolaigazgatóknak az elmeséléséből lehet tudni, hogy elég konkrét nyomás van ugye a minisztérium részéről a tankerületeken és a tankerületek részéről az intézményvezetőkön. Önök érzik egyébként, hogy a szülők erős szóval próbálják átmenekíteni az alapítványi iskolákba, az állami iskolákba a gyerekeket? Igen, az elmúlt években ez fokozódott, abszolút érezzük. Arányokat lehet mondani? Körülbelül 30%-kal. Az évelején többen is írták azt, hogy amikor megnézték a krétába, akkor azt látták, hogy több tantárból is a tanárt úgy hívják, hogy betöltetlen álláshely. Figyeljenek jól! Szöveges feladat következik. Ha a felmondott felsős tanárok helyett az órák egy részét az alsósok veszik át, az alsósokhoz pedig gyakornokok járnak be tanítani, akkor mennyivel kevesebb szaktanár jut egy diákra? Amíg gondolkodnak, itt van Puskának néhány tanártól és szülőtől érkezett beszámoló a rögtönzött szöveggyűjteményből. A gyerekem most negyedik osztályba jár, az összes főtantárgyat az osztályfőnök viszi. Szakkörök régen nincsenek. Sport, foci, kézilabda természetesen van, de csak igazolt játékosként lehet járni. Óriási az oviban az óvónő hiány. Szeptembertől új óvónő lesz, kettő helyett egy, és még az sem biztos. A kiszemelt iskolában 8 pedagógus ment el. Ezen a héten megbetegedett a város egyetlen énektanára. Helyettesíteni nem tudták, így az egész felső tagozatnak borult a napja. Korábban az éneket, technikát, rajzot, testnevelést, ritkán a magyar órát is helyettesítették alsós tanítóval. Mostanra ők is elfogytak. Még a kockás inget is nagyon kevesen merik viselni. Többnyire szankciókkal jár. Például úgy változtatják meg az órarendjét az adott tanárnak, hogy biztosan felmondjon. Beraknak egy órát reggel 9-től, és utána délután 4-től este 7-ig, mikor tudják, hogy kisgyermeke van. Mindezt egy olyan órára, amit már a kötelező órakereten felülosztottak rá. Ez csak néhány abból a rengeteg történetből, amelyek a felhívásunkra érkeztek tanároktól és szülőktől. Névvel és arccal viszont egyikük sem vállalta, hogy mesél a tapasztalatairól. Így áll elő az a helyzet, hogy pont a leginkább érintettek feje fölött folyik tovább a diskurzus a közoktatás állapotáról. Pedig nem volt ez mindig így. Sokszor elhangzott az elmúlt másfél évben, hogy az előző kormányok alatt vajon miért nem tüntettek a pedagógusok, holott a több tízezres tüntetésekről és a közel százezres sztrájk részvételről temérdek archív híradást őriz az internet a mai napig. A pedagógusok szakszervezetének eddigi legnagyobb tüntetése a szabad demokrata szocialista kormány alatt történt 1995. november 15-én Budapesten a parlament előtt. A pedagógus szakszervezet elnöke akkor méltatlan helyzetnek nevezte, hogy idézem, egy európai országban elbocsátással fenyegetett tanároknak a munkafeltételeik érdekében utcára kellett vonulniuk. 11 évvel később, szintén szabaddemokrata szocialista kormány idején, 2006. december 15-ére 2 órás figyelmeztető sztrájkot hirdetett a PDS. Az iskolák nagyjából 10%-a, 500 oktatási intézmény, legkevesebb 15 ezer dolgozója csatlakozott akkor a sztrájkhoz. A közmédia fenti eseményekről közölt riportjai ma már szinte szürreálisnak tűnnek, hiszen azokban húsvér pedagógusok nyilatkoznak az iskola épületében arról, hogy miért sztrájkolnak. Ez 2023-ban szinte elképzelhetetlen. Természetesen ma is sokan elmondják a véleményüket, vagy azt, hogy mit gondolnak az oktatási rendszer mai állapotáról. De köztük már elenyésző számban vannak aktív tanárok. Szülők még kevesebben, és mindenre természetesen csak is az iskola területén kívül kerülhet sor. Tóth Bencével is a munkahelyétől pár sarokra ültünk le egy parkban, ahol arról beszélt, miért tölti utolsó napjait az iskolában, ahol nemrég felmondott. Akkor, amikor elkezdtem tanítani, akkor is az volt bennem, hogy szeretném kipróbálni a közoktatást, mert azért nyilván lehetett sejteni, hogy ez nem lesz egy ideális szituáció. És most 4 év után úgy gondolom, hogy nagyjából kipróbáltam. Az a pont, ahol ezt egyértelműen eldöntöttem, hogy nekem itt nincs helyem tovább, az most tavaly őszi
kirúgási hullám volt tavaly, ez ugye tavaly év elején volt, illetve tanév kezdetkor, akkor vettem át egy osztályt egy távozó kollégától 11-ben, és nyilván akkor egy feltett szándékom volt, hogy ezt az osztályt leérettségiztetem, és aztán szépen lassan beláttam, hogy ezt nem fogom tudni nyugodt lelkiismerettel megtenni, de a tanévet azt szerettem volna velük befejezni. Most hétvégén fogunk még egy utolsó osztálykirándulásra elmenni. Milyen érzés egy utolsó osztálykirándulásra elmenni az osztályjal, amit már nem fog leérettségiztetni? Hát rettenetesen szomorú. Nyilván ezt elképzelték ők is, meg elképzeltem én is, hogy milyen lesz a szalagavatójuk, és milyen lesz a ballagás, és ott ülni az érettségi vizsgákon. És hát rettenetesen sajnálom, hogy ezt nem tudom megtenni. Tóth Bence biológiát és kémiát tanított, vagyis két olyan tárgyat, amiből még az átlagosnál is nagyobb a hiány az iskolákban. Ez az a státusztörvénnyel kapcsolatos nyilatkozat, amit nem fogadott el. Szerepel benne a jövőbeni fizetésének várható értéke is. A várható szó egyébként is meglehetősen sokszor fordul elő a dokumentumban. A frissen felmondott tanár arról is mesél, hogyan lehet úgy elhallgattatni tiltakozó pedagógusokat, hogy annak ne maradjon bizonyítható nyoma. Hogyan lehet retorziót alkalmazni egy pedagógus ellen, aki mondjuk részt vesz egy tiltakozásban? A kollégák meg iskolaigazgatóknak az elmeséléséből lehet tudni, hogy elég konkrét nyomás van ugye a minisztérium részéről a tankerületeken és a tankerületek részéről az intézményvezetőkön, és nagyon sokszor ezek az intézményvezetők is továbbítják ezt a nyomást a kollégák felé. Nyilvánvalóan ezek írásban sokkal kevésbé jelennek meg, de előfordulhat, hogy valaki mondjuk szeretne osztályt vállalni, és nem engednek neki osztályt vállalni, vagy adott esetben valamilyen külön órát, ami plusz juttatással járna, tavaly még tarthatott, jövőre már nem tarthat. Hát, hogy vannak ilyen nagyon nehezen nyomon követhető és nagyon finom eszközök, amikkel azért lehet éreztetni azt, hogyha valaki kicsit jobban belemászik ezekbe a tiltakozásokba, mint ahogy ez szimpatikus, akkor vannak eszközök arra, hogy ezt visszajelezzék. És hát sajnos az a helyzet, hogy diákokkal, szülőkkel szemben is lehet ilyen eszközöket alkalmazni. Komplett iskolákat is lehet retorzió alá venni, hogyha valahol egyik évben még indulhatott 3 osztály, de jövőre csak 2. Tóth Bence alig 4 évet töltött a pályán. Pintér Richard, aki fehér hólónak számító fizikatanár, még ennél is kevesebbet. Demes Péter gimnáziumnak voltam matematika-fizika szakos tanára, mindössze 2 évig. Már gyakornoki, az egyetemi gyakornoki évemet is ott töltöttem. Már amikor elkezdtük, főleg a természettudományos szakos tanárok nagyon keresettek voltak. Az egyetemi éveink alatt is folyamatosan jöttek az állásajánlatok nagyon sok iskolából, és ez persze az évek alatt egyre romlott. A kiemelkedő kereslet ellenére Richard úgy döntött 2 év után, hogy itt a vége. Én magam, amikor a státusztörvénynek a tervezete kijött, már közöltem a kollégáimmal, hogy amennyiben elfogadják a törvényt, én nem szeretném folytatni. A státusztörvénynek az eredeti tervezete nagyon sok olyan pontot tartalmazott, amit én nem tartok elfogadhatómnak a munkámmal kapcsolatban. Például az egyik ilyen a digitális megfigyelés volt, a másik... Ez mit jelent pontosan? Egyszerűen azt, hogy akár a saját digitális eszközeinkbe is bele lehetett volna tekinteni, hogyha ezt oktatásra használjuk. Én nem szeretnék egy ilyen munkahelyen dolgozni. Igazából most már azt mondanám, hogy kicsit a reménytelenség érzés az, ami engem a leginkább motivált. Sokszor elhangzik a kritika, hogyha olyan rossz tanárnak lenni 2023-ban Magyarországon, akkor miért nem állnak fel többen? Kovács Éva több mint egy évvel ezelőtt mondott fel a budapesti Karinti Frigyes gimnáziumban, ahol matematikát és kémiát tanított angol nyelven. Most teljesen más jellegű munkát végez otthonról, és mellette a Miután felmondtam blogon gyűjti egyik alapítóként a már felmondott tanárok beszámolóit. Könnyű azt mondani, főleg mondjuk Budapestről fiatalon idegen nyelveket beszélve, hogy álljon föl mindenki, aztán úgyis talál munkát, mert itt Budapesten valóban úgy tűnik, hogy ha megszűnik egy munkahely, vagy valahonnan valaki felmond, akkor talál egy másikat viszonylag könnyen. De hogy ugye ne felejtsük el, hogy a tanároknak a jelentős többsége nem Budapesten tanít, és adott esetben nem beszél anyanyelvi szinten egy idegen nyelvet,
hanem nagyon sokan tanítanak vidéken, kis településeken, olyan helyeken, ahol van kocsma, posta, templom, meg az iskola, nem tud hova elmenni. Ezzel együtt úgy véli, hogy a mai magyar oktatási rendszer alapja az önkéntesség. Csak éppen nem túl pozitív értelemben. Jelenleg az oktatási rendszer alapja az az, hogy számtalan pedagógus bevállal rengeteg fizetetlen extra feladatot, túlórát, olyan csoportot, amit esetleg nem az ő szakjához kötődik, azért, hogy a gyerekekért mindent megtegyünk. És kizárólag ez tartja össze az oktatást, hogy mérhetetlen mennyiségű önkéntes munka a tanárok részéről, és jelentős mennyiségű munka a szülők részéről azzal, hogy kifestik a tantermet, beküldik a WC papírt, intéznek fertőtlenítőt, fénymásoló papírt, és így tovább. Ez viszi előre az oktatást. A blogba érkező beszámolókban szerinte rengeteg a hasonlóság a területi és társadalmi eltérések ellenére is. És hát hátborzongató az, hogy akár a kisvárosi óvodából, akár a nagyvárosi elitgimnáziumból ír valaki, gyakorlatilag ugyanazokról számolnak be. Hogy rengeteg a munkateher, tehát hogy ennyi órát nem lehet úgy minőségileg megtartani, hogy közben csak heti 40 órát dolgozik az ember, hogy a fizetés megalázóan alacsony, hogy nem bírták tovább. Erre is nagyon sokan panaszkodnak, hogy egyszerűen a másod-harmad állást már nem tudják elviselni. Egy pályaelhagyó pedagógus azt mondta, hogy jó lesz, már nem lehet csinálni, rosszul meg nem akarom. Jól vagy rosszul, de a közoktatás tovább működik. Összeomlásról nem érdemes beszélni, amíg a diákok bejárnak az iskolába. Akkor is, ha sok helyen lassan a gyerekmegőrzés szintjét is egyre nehezebb hozni. Hiszen máshogy nem nagyon lehet nevezni azt, amikor egy magyar tanár bemegy fizikát helyettesíteni. Zeller Judit, a TASZ Magánszféra projektjének szenior jogi szakértője szerint viszont itt már sérülnek a diákok és akár a szülők jogai is. Éri-e jogsérelem a diákokat, amikor nincs elég pedagógus, amikor túl sok a helyettesítés? Lehet-e olyan konkrét esetet találni, amivel már elkezdődhet egy jogi eljárás is akár? Persze, jogsérelem éri a diákokat mindenképpen. Ugye az törvényi előírás, hogy milyen végzettségű pedagógus oktathat, hogy milyen feltételek mellett kell, hogy végezzék az oktatást. Mi lehet egy ilyen eljárásnak a következménye? Hát azt hiszem, hogy ez az $1 millió kérdés. Zeller Judit szerint hiába bizonyosodik be a jogsértés, ettől még hirtelen megszűnni nem fog. Legalábbis az oktatási rendszer egészében biztosan nem. Meg lehet állapítani egy, vagy kettő, vagy sok eljárásban azt, hogy itt sérelem érte konkrétan azokat a tanulókat, konkrétan azokat a gyerekeket, de hát azt hiszem, hogy mindannyian látjuk, hogy itt rendszer szintű változásokra van szükség. Még egy nyert ügy sem tud nyilván új tanárokat teremteni. És hogy erről, vagy egyáltalán bármiről mit mondhat el a nyilvánosság előtt ezután egy pedagógus? Hogyha mondjuk egy pedagógusról beszélünk, és mondjuk ez szerint az új jogszabály szerint, mondhatja-e azt, hogy igen, ma komoly problémát okoz a pedagógus hiány az oktatási rendszerbe, és mondjuk mondhatja azt, hogy hát nagyon csúnya állapotban van a tanterem, mert nagyon elhanyagolták a felújítást. Szerintem abszolút mondhatja. Mind a kettőt. Tehát mind a kettőt mondhatja, sőt megkockáztatom, hogy ezzel tényleg jót cselekszik. Az oktatási rendszer az alapvetően egy állam által fenntartott nagy rendszer, és önmagában ez, hogy ez az államnak a feladata, hogy ezt fenntartsa és jó minőségben működtesse, ez indokolhatja azt, hogy beleláthassanak például a polgárok, beleláthassan a nyilvánosság abba, hogy ez tényleg így valósul-e meg. De hát azért ezek a szabályok, mint tudjuk, úgy szoktak működni, hogy van egy nagyon jelentős, hát úgy nevezzük így a jobban, hogy dermesztő hatású. Erre egy angol kifejezés van, ez a chilling effect. Ami azt jelenti, hogy van egy szabály, ami nem biztos, hogy rám fog vonatkozni, nem biztos, hogy engem retorzió fog érni, de már eleve inkább visszafogom magam, tehát lefagyok, csak hogy nehogy kockáztassam. Nem csak a pedagógusok dermedtek le, a szülők is féltik a gyerekeik jövőjét, és az egyre nyilvánvalóbb vészhelyzetekről is csak névtelenséget kérve írtak nekünk. Például arról, hogyan jár át egy vidéki nagyvárosban a tanári kar nagyobbik része más tagintézményekből.
vagy az egyházi iskolába távozó tanárok helyét hogyan veszik át korábban alsóban tanítók, és hogy vonják össze az osztályokat országszerte tömegével, hogy ezzel is enyhítsék a hiányt. Névtelenül futnak be a tapasztalatok a Szülői Hang nevű szülőket képviselő szervezet honlapján is a Szószóló projekt keretében. Miklós György, a szervezet társalapítója szerint vannak a beszámolókban vissza-vissza köszönő problémák. Pedagógus hiányt nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy nincs, aki bejön az órára, bár egyébként volt ilyen visszajelzés is. Inkább az a jellemző, hogy hát az iskolák, fenntartók mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne legyen látványos. Idén nagyon sok tankerületből az a tapasztalat, hogy nem engedélyezik a 14 fő alatti csoportbontásokat. Nagyon sok ilyen csoportbontás volt így, például nyelvoktatás, például matematika, vagy olyan is előfordul, hogy különböző évfolyamoknak a diákjai kerülnek most egy nagyobb csoportba, vagy éppenséggel az osztály kerül egy nagy osztályszintű órára. Így Miklós György szerint se a lemaradó, se a tehetséges diákokra nem marad ideje a pedagógusoknak. De nem ez az egyetlen probléma. Visszatérő probléma az, hogy az általános iskolásokat a közöttában nincsen délutános. Rosszabbik eset az, hogy egyáltalán nincs délután senki, vagy mondjuk az iskola megkéri, hogy aki csak tudja, vigye haza a gyerekét, és így mondjuk a több osztályból csinálnak egy nap közis csoportot, tehát ez is nagyon gyakori. És hát sajnos az is gyakori, hogy nem szaktanár jön be. Hát hogy például magyar tanár tart mondjuk fizikát. Az év elején többen is írták azt, hogy amikor megnézték a krétába, akkor azt látták, hogy több tantárból is a tanárt úgy hívják, hogy betöltetlen álláshely. Ahova már írtunk számot, oda biztos, hogy nem, mert azok már foglaltak. Tehát, hogyha például én a 6-os ide be akarnám rakni, akkor a C különbség B az lett volna 4-6-7. Számoljunk egy kicsit. A pedagógus szakszervezet szerint a 2020-21-es tanévben már 20.587 pedagógus hiányzott a közoktatásból. Szerintük ez még akkor is igaz, ha 9.227 nyugdíjast visszafoglalkoztatnak. Például több mint 40 olyan pedagógus is tanított ebben az időszakban, aki már elmúlt 80 éves. És már nem csak az állami fenntartású iskolákban érezni ezt, meséli Szilágyi Márta, a budapesti Budenz József Alapítványi Gimnázium igazgatója. Az egyik legszembetűnőbb különbség egyébként az alapítványi és az állami iskolák között a riportban az, hogy egy alapítványi iskolába beengednek forgatni és interjút ad az igazgató, míg állami intézmények esetében ez szinte kizárt. Hogyan lehet egyáltalán új pedagógusokat találni? Tehát pályázatokat adnak be, vagy tanárokat keresnek? Ez teljesen megfordult. Eddig az elmúlt években körülbelül májustól áramlottak hozzánk a pályázatok, azok a tanárok küldték, akik valamilyen módon ismernek minket, hallottak rólunk, tájékozottak a neten, és szeretnének nálunk tanítani. Most semmi ilyen pályázat nem érkezett, egyetlen egy sem, hanem nekünk vezetőknek volt egésztáron az a feladatunk, hogy azokon a közösségi, többségében közösségi oldalakon, ahol összegyűjtik a tanárokat, akik állást váltanának, ők ott hirdetik saját magukat, és mi naponta 2-3 órát nézegettük, hogy hát ha mondjuk találtunk 30 ilyen hirdetést, akkor elküldtük azonnal az e-mailünket, és jó, hogyha egy vagy két ember egyáltalán visszaírt, és akkor abból még talán egyel sikerült legalább egy interjút összehozni. Pedig alapítványi iskolaként a körülmények és a fizetések is jobbak, mint az állami iskolák jó részében, de úgy látszik már ez sem elég. Aki mégis jönne, az is előbb kérdez. Viszont aki egyáltalán érdeklődött, vagy bejött ide interjúra, elnézést, de néha az volt az első kérdés, hogy és a státusztörvény itt is érvényben lesz? És azon belül meg fogja nézni a laptopomon az e-maileket és az egyéb dolgokat? És néha így ledöbbentem, hogy ezzel kell kezdenünk egy interjút, de ezzel kellett kezdenünk néha egy interjút, hogy elmondjam, hogy mi a valóság, és mi az, ami mondjuk keringítottam ott. A státusztörvényben a munkatörvénykönyvéhez közeledünk nagyon. Na most nálunk eleve a munkatörvénykönyve szerint voltak alkalmazva a kollégák, tehát nem érte őket nagy csapás, hogy most akkor nem tudom én, nem a közalkalmazotti törvény lesz a vezető. De mondjuk ugyanúgy 24 óra nálunk is a kötelező óra.
Nyilvánvalóan nekünk lehetőségünk van, nem mondom, hogy sokkal, de legalább egy kicsit a fenntartói megtakarításokból egy picit magasabb szinten finanszírozni a tanárok munkáját. Tehát hogy ezek azért azt gondolom, hogy egy kicsit talán vonzóbbak lehetnek, és igen, én nem fogok belenézni senkinek a laptopjába, noha biztosítja az iskola a munkához, de köszönöm szépen, se időm, se energiám erre nincsen. A hatás azonban kettős. Míg tanárból hiány van, diákból egyre nagyobb a túljelentkezés. Önök érzik egyébként, hogy a szülők erős szóval próbálják átmenekíteni az alapítványi iskolákba, az állami iskolákba a gyerekeket? Igen, az elmúlt években ez fokozódott, abszolút érezzük. Abban az esetben, amikor évközben keresnek meg minket, ez nagyon gyakori, egy-egy gyermek kapcsán, akkor az szinte mindig egy állami iskolából történő esetleges átiratkozásról szól. Arányokat lehet mondani? Tehát mondjuk, ha az elmúlt 3 évet nézzük, akkor mennyire erősödött? Körülbelül 30%-kal. Arról, hogy az oktatási kormányzat szerint is valós-e a hiányszám, amit a szakszervezetek állítanak, illetve milyen megoldásokkal lehet azon enyhíteni, a közoktatásért felelős államtitkárt Maruzsa Zoltánt is megszerettük volna kérdezni. Az államtitkárság egy későbbi időpontra ígért interjút. Az iskolákban csak nemrég csöngettek be, de a pedagógusok még mindig nem tudják, mennyit fognak kicsengetni nekik a sokat bírált státusztörvény alapján. Ahogyan a rájuk háruló munkaterhelés mértéke sem látszik még egyértelműen. Voltak, akik már tavaly felmondtak, sokaknál az ősz lesz a vízválasztó. A pedagógus hiányt rengeteg diák, szülő és a szakmában maradó tanár már most a bőrén érzi. Pedig az igazán mély víz az őszi szünet után jöhet. Az pedig továbbra is rejtély, meddig ér le a lábuk.